Hangulatos tesztvideó mutatja be a terepjárót, amit a bátaszéki férfi nézett ki még 2017-ben. Kiderült viszont, hogy ezt a típust Európában nem forgalmazták, Brazíliából kellett volna behozni. A vevő az interneten talált egy céget, amelyik papíron autók importjával foglalkozott, le is szerződtek. Nagyjából fél évig hitegették a már az elejétől átvert áldozatot a megbízott cég nevében. Ez idő alatt a vételár nagy részét ki is csalták a most bíróság előtt álló vádlottak. A kocsi nem érkezett meg azóta sem, és a pénz sem lett meg. A bíró most azt a férfit hallgatta ki, aki a csalással vádolt céget alapította, és végig vezette. Ő az elsőrendű vádlott, azt mondta, semmiről nem tudott, ő csak a papírokat írta alá, mindent a testvére, és egy harmadik ismerősük intézett. Én egyáltalán nem is tudtam arra, hogy mikor fogja érni találási irányítom a céges bankszámlával kapcsolatosan semmilyen értesítés nem jött. A sértett bátaszéki férfi egy ideig még biztosan nem kapja vissza a pénzét. A csalást elkövető KFT-t ugyanis azóta kényszertörléssel sújtották egy másik tartozás miatt. Az elsőrendű vádlott viszont, ahogy állította, erről sem tudott semmit. Az ő vallomása szerint az átverést a testvére és az a harmadik társuk követte el, aki egyelőre meg sincs gyanúsítva az ügyben. Papíron ugyanis neki semmilyen céghez nem volt köze. Tartam, és megjön a bank, és megjön a pénz. És utána én ezt a pénzt teremtem, utána én ezt Az ügyben most nem született ítélet, és valószínűleg még több tárgyalást kell majd tartani. A bíró szeretné beidézni a harmadik férfit is, aki a vádlottak szerint az egész csalást kitervelte és végigcsinálta. Ő viszont csak tanú, így nem lehet kötelezni arra, hogy megjelenjen a tárgyalóteremben. Az elsőrendű vádlott akár 8 év börtönt is kaphat.